remélhetőleg a magyar szövetség kapitány győzelemmel kezd, miként csapatunk is ezen a világbajnokságon. No, akkor kezdetét vette a harmadik harmad. Én azzal is kiegyeznek, hogyha ebben a játékosban nem születne gól. Ez akkor azt jelenti, hogy a magyar válogatott győzelemmel debütált, mint a végén. Lagány próbál korongot szerezni. Myers. Két forgóról itt, és próbálta betenni, szerencsére nem jól, de ebből akár meg is indulhatunk. Megkéne gyorsan produkálni a keresztül a lövés. Győzik két magyar bekkel szemben. Pika. Kicsit túlbonyolítja. Gaud. Visszalövi ugyanoda. Csak közben ugye Pika bemozdult a palánk mellől. Saját alaponyalán kívülre lőtte vissza a brit. Schiltz megérte. Kovács is. Kikak, a Stokrai állóért mellette, Kikak tovább tudja tenni, Daud, Kikak megint, sikerül elköszönni, Ári tovább, Vas, Vas János próbálkozik most már egy szabályos gólszerzésével is, Ári közben visszaszerzi. Brit lábat érintettek, kérem el. Azt igen. Győz. Nem is mondtuk, hogy ma már volt egy magyar siker, a női válogatott az új-zélandi divíziót kapta. Földőről feljutott egy osztályos feljel az 1B-be. Megmutatták, hogyan kell megverni az olaszokat. Remélhetőleg ezt majd ezen a jégen is látjuk. Cikorcsik is hiány odaért. Most Clark indul meg. Clark. Szuperről lejön. Nem múlt el a veszély. Megtörött a botja, nem? Melyez kísérletezett, itt pedig már Szikorcsin mehet. Benk. Nem ért oda időben sajnos. Melyez előzte meg. Nekünk 29 lövésünk volt 40 perc után. Nekik 10. Elég emberes teljesítmény. De egy meccsre elég. Vakosi szerzi vissza. De finom passz lett volna Háritól. Nagy Krisztián megszerezte első végét. Ez szerencsére rossz, Magosi. Ezt beírtad? Pillanat, rosszok befog velem. Nagy Gergő lövését most blokkolják. Bíztam benne, hogy újabb bekönyvelni való is adódik, de... És most Mártonnak írja be még egyet, Lécés. Vas Márton mind a három magyar gólban benne volt. Ugye Ladány egy. Nagy Krisztián első világbajnok. Nem csak a vasok, a nagyok is termelnek. Mind a kettőnek van, mind a két nagynak, tehát már pontja Gergőnek is és Krisztiánnak is. Szereljünk ott, Síle próbálkozik. Is jön a korong. Nem jön el Ladányi. Kicsit lelassult. Bartalis. De jókor robbantott. Sofron. Ladányi. Bartalis. Új, de szép volt. Rügyörűs játék lett volna. Nagyon szépen a passz után Bartalis bement üresbe. Kapta vissza. Ez a trió tényleg nagyon jól dolgozik együtt. Sofron, Bartalis összjáték. Sajnos Sofron most egy kicsit túlszaladt a korongon. Három brit érkezik, de jó a blokk. Ajaj! Nincs bent. Sofron. Bentette a palánkra, amely ezt próbálja visszaszerezni. Könnyelmű védekezés volt, és azóta be vagyunk szorulva a saját harmadunkba. Ott volt Meyers is, meg Myers is. Kovács. Csak egy lövőcsel. Várja a többieket. Jön is Mihály. Addig jól tartja Kovács. Már indít aztán be. Vas Márton a túloldalon, finom fonák.
Ári megtartja jól, szép a passz is, Mörfüvé. Vas Márton lépett be a támadó vonalba, de még mindig ott van, Vas János lövése jön le. Egy ilyen kapus edzés volt, három különböző pozícióból három lövés, három védés. Mörfi állta, Vas Márton teszi tovább. Eldugjuk a korongot, és csak nyomozzák a britek. Mennyire jobb, ha itt van a korong Mörfi oldalán. Ári mehet tovább. Vas János. Oldalálló volt. Lőgyakorlata. Szerencsére csak egyetlen brit Lakovic személyében. És csatlakozik Davis. Davis Clarkhoz teszi. Clark forgolódik. Lakovic próbálta magát a kapu előtt tisztára játszani, de hát nem lehetett nem észrevenni. Annyira nem kicsi, 178 centi. Thomas küldi előre. Néha elfeledkezünk erről az 1-3-1-ről. Sikorcsin. Mármint amikor hozzák fel a brittek a szerengőn. Ez 3-2-re változott, ugye, mert ez az eredmény jelenleg. De ez is tetszik. Sikorcsin. Bent tovább. Nagy Gergő. Nagy Gergő 10 becsülettel. De jól állt helyt ebben a csatában is. Jó korom szerzés, nagy. A másik nagyot, Krisztiánt akarta megjátszani, de nem volt pontos a visszatett korongja. Viszont az ő visszaérkezte, hajszá pontos pont. Meg volt a randevú a koronggal. Közgei. Beleszaladt. Magasi. Kicsit elsodorják. Ügyes. Myers próbál keménykedni, ez is hozzátartozhat a brit taktikához, hogy bizökkenteni a magyarokat. Na meg nem értem, hogy kikre szállnak rá. Na itt volt az, amit te lőgyakorlatra teveztél a brit kapus számára. És aztán szupernek is akart tennivalója. Szerencsére a karimáját találták el. Hogy vetődött vissza a szuper, úgy megpróbálták rá kipenteni, végén festük. Sile. Sofron indul, mellette Barthol is a jobb szélen. Nagyon érzik egymást. Most egy kicsit más érzés is belevegyünk. Nem jött ütőre, lábbal kellett berúgni, viszont ütemet tévesztett. Dobbukra már Barker is bent volt, Ladány néz vissza. Hiba már nem fél bele, de ebben nehogy különbocsát pontvesztés legyen belőle. Ladánynak valahol becsempésztek egy, igen, egyenlítő gólnál, Nagy Gergő góljánál jegyes gólpaszt. Ugyan ő is 1-1. Kovács megy. Vas János tartja ott. Nem ezt kell figyelni, mert ebből indulatnak a britek. Dahoud jól is teszi le. Weaver zárkózik a támadáshoz. Meg is kivált a szupert. Pontatlan az indítás. A lendületből kör tetére ellőni. Nem leányálom, úgyhogy alig van igazából lövésük. Kovács, alatta. Dahoud. Rá azért figyelni illik. Pikak. Nincs tiszta lövő helyzet, de Filip még megmentheti. Jó a blokk. Kovácsra fáj. Végre kikerül a magyar harmadból, Kovács pedig valahogy levánszorog. Ez a hős hok is, aki így belevetődik ezekbe a lövésekbe. Ha már nem ér ki a hátvédre, akkor el tudja lőni a védő, akkor
aki belefekszik. Philips. Marad a belövés. Szuper jó helyre tette ki. Richardson megy érte. Thomas. Clark indul el keresztbe, de nem felé jön a korong, hanem Lakovicsot akarták megjátszani, Davis. Győs sajnos elveszti a párbajt, de még meg lehet a korong. Egyenre ott tart a Thomas, szuper, ezt jól fogta. A hosszú alsót vette Thomas célba. Mennyivel nehezebb lövés volt, mert akartak is, mint az első gólnál. A lényeg az, hogy ez megvolt, így megvan az előny is. Bank fordul. Beteszi a harmadba, de a magyarok éppen a cserével voltak elfoglalva. Viszont legalább jó messzire van a kapunktól a korong. Lassan elterik a harmad fele. Ebben a játékrészben még nincs gól, tehát vezetünk. Ez azt jelenti? Philips ért oda. Négy kapura lövés van a két csapattal összesen ebben a 10 percben. Magosi jól tolja meg. Nagy Krisztián. Két támadó, két védő. Nagy Krisztián várakozó álláspontra helyezkedik. Magosi. Szilányi is felzárkózott. Sikerült kipasszolni. Ez egy kicsit éberebb a kék vonal. Mármint a brit kék vonalon a magyar különítmény, akkor ott lehetett volna tartani. Bartalis. Ha bent tartjuk, ez a lényeg. Remek ütemben ért oda Bartalis. Philips. Hill. Sofron. Tőle megszokott agresszív játékkal. Igen, átment Dodgenbe most Sofi ebbe a cserébe. Bartalis. Aki szembe jött vele, annak neki ment. Megint Bartalisnál van. Sofron elvitt két bekket. Murphyről lejön a korong. Kicsit jobb helyre is pattanhatott volna. Sofron nem nyúlt el ebbe a lövésbe. Könnyen elképzelhető. Pikaké. Szerintem sikerült teste megállítani Pikakot. Weavert is. És indul Vas János. Sofron a túloldalon. Jön is a passz. Picit emelnie kellett Vasnak, hogy a brit ütőjének tolla fölött átmenjen. És miért nem lehetett mamut paszt? Mármint, hogy a kapus lábvédőjéről passz. Volt már ilyen gólunk, ugye? Két Vas hozta össze pont. 8 perc, 50 másodperc választ el minket a győzelemtől, a jó rajtól ezen a világbajnokságon. Megnyugtató benne kettővel vezetni. Lárkér egy ember megfogja! Azt, amit fogod. Ez bravúr volt. Vas Márton fordulhat. Két támadónk jön, le jobban mondva Vas Márton és Hári. Hári keresztbe teszi. Mihály megpróbálta lehetetlen szögből is. Na, már levítélteti a közönség. Még mindig Mihály visszafordítja, elmegy keresztben. Horváth még bent tartja a másik oldalon. Így a jó Szikorci gól! Szikorci elé kerül a korong! És nem sokat teketóriázik, bevágja a hosszú sarokba. Megvan az a bizonyos következő gól, most már kettővel megyünk. Gondold el, mi játszódott itt le 20 másodperc alatt. Szuper Levének egy óriásit kellett védeni a Botossal, utána a túloldalon pedig szép, gyönyörű lövés. És már nálunk menti meg Horváth a korongot. Oda pattan egy britről, méghozzá Lakovics botjáról Szikorcsin elé. Szépen le is lassul a korong, hogy át tudja venni a center. És egy igazítás után bezúdítja. És nézd meg, hol lőtt el, Schiltz lába között. Tehát ott a blokksávban pont átment. Horvátnak is illik adnunk egy gólpaszt. Ez most néhány másodperc volt, időt kértünk egyébként a gólt követően. 8 perc és 8 másodperc van hátra. Megvan az a remélt két gólos vezetés. De milyen körülmények között, ugye? Túloldalon az a védés, utána még itt egy passz lelassítás, Szikorcsi lövéspont a védő lába között. Itt most ez a tizennéhány másodperc nagyon velünk volt. Óhatatlanul eszébe jut az embernek a két évvel ezelőtti világbajnokság, amikor
a hosszabbítás után vereséget szenvedtünk az olaszoktól, és Szikorcsin arcát mutatták közelről. Nincs mit szépíteni, patakzott a könnye. Ja, most remek gólt lő. Úgy honosították a VB előtt. Pont akkor, igen. Vezetünk még pedig 2 góllal, 4-2 az állás. Alig több, mint 8 perc a hátralévő idő. Tomás teszi előre. Hihetetlen hangulat most már a csarnokban. Figyeljünk oda azért. Tomás. Nem volt ki, Richardson még valahogy bent tartja. Owen a kapu mögött. Így van, minél messzebb, annál jobb lehet cserélni, jöhetnek a friss játékosok. Nagy Krisztián okosan letolt az ellenfél alapvonalán túlra. Richardson. Myers tette hátra és indul bevigyázni, mert jön Myers középen. Szerencsére Szuper is ott van. Myers belekorcsolyázik a kapusba. Csatának ez a... Hát csúnya van ez a dolga, amikor már nem megy minden, akkor belerepül a kapusba. Többiek meg védjék meg. Myers nagyon erőszakosan ment el a jobb szélen. Hiába jeleztem a fiúknak, hogy baj lehet belőle. Mondjuk laposan jött, tehát Szupernek még meg kellett állítani, és csak egyből nem lehet láttenyerelni, mert ha átmegy a kesztyű alatt, az meg az évszázad potyája. Ottal meg kell állítani, és ott ezt az ütemet használta ki a brit, hogy oda csapjon, és kitolja a ketrec elől a magyar állóőr. Eltelt egy újabb perc, már csak 7 van hátra, 7 gól a magyar csapat előnye. Szikorcsin védekezik, amely Vas is ott van. És sikerül, Szikorcsin még belekapott a korongba, így kijött a magyar harmadból. Weaver. Mostán még fontosabb lesz a védekezés. Kíváncsi leszek, hogy ilyen szituációban a britek leviszik-e a kapusukat majd mondjuk egy olyan 3-4 perc múlva. Kovács, ott a falákján, védi Murphy. Kovács, aki ugye a blokkolásnál kicsit megsérült, ilyen csípett lövés volt, és végképp eldöntette volna a meccset. Nagyon jó volt ott a palánk mellett, megnyertük ezt a csatát. Konákra jött. Most tényleg hátul nagyon kell vigyázni, és akkor esetleg még ehhez a szituációhoz, Kovács lehetőségéhez hasonlatosan meg lehet-e szerezni az 5. gólt, és akkor már a kapus lehozatal gyakorlatilag szerethetővé válna. Pika-kiki-ki. Le tudnánk mondani az ilyen irányú izgalmakról a végjátékban. Valamivel több mint 6 perc még átraérő idő. Horváth. Nem tudja odébb tenni, szerencsére Daud elcsúszik, így a korom Szikorcsiné. Benk. Benk jól teszi oda Mihálynak, mellé üti Mihály. Ha egyből. Mindig ott a lehetőség. Hát talán egyből. Kifordított testhelyzetből, de lehet, hogy el lehetett volna egyből, átért így a kapuk. Ismételten meg lehetett volna az 5. gólunk. Kovács helyzete után most Mihály egy komolyabbat hagyott ki. Magosi. Van magyar a falánk tövében, ott a jégen. Csak ebből nem látjuk ugye, most tápászkodik Nagy Krisztián. Remélhetőleg most már jobban van. Itt megy ütközni Clarkkal. Na, kartba csapták, kartba csapták. Igen, egy kicsit a rövidebbet. A brit ütője eltalálta az arcát. Nem is az ütő, az könyök. Visszakönyökölt. Szándékosságot nem, nem... Clark roppant sportszerűen és szimpatikusan járt el az ügyben. Fogvédője is megsérül. Még jó, hogy van neki. Hát igen, most ebből lehet, hogy kiszállt volna egy pár. Azért kell a fogvédő, ugye. Davis indul. Tilos? Tilos. 4,5 perc. 2 gól a magyar válogatott előnye.
Most bár milyen távolinak tűnik az első játék rész, amikor 15 lövésből nem sikerült betalálni. Most 6-5 ebben a harmadban nekünk, 35-15. Bartal is a bulinál, de veszít. A tekintetben most a Davis legyőzte. Sofron, Bartal is. Remek ütemben viszi be, Murphy kitolja a bal felsőből. Most kézilabda ment. Sofron. Abba sokkal jobbak vagyunk. Még mindig Sofron. Murphy a rövidnél véd most. Bartal is. Bartal is megint a helyzetben. Nincs bent. Ez milyen cirkuláció volt ott. Ez úgy, már ajtóablak volt pedig. Úgy megforgattuk őket a palánk felől, és sikerült kihámoznan a pakkot. Háromszor szerezhetik volna már gólt. Jaj, ez egy kiállítás lett itt a sarokban. És lőhetik volna meg az ötödiket, most pedig nehéz két perc elé nézünk, és sírét kiküldi a bíró. 5-2 helyett, tehát most emberhátrányban a magyar válogatott. Hát ez talán ne. Kicsit színészkedett a brit is, de felesleges volt ez a mozdulat. Itt van Bartal is helyzete. Nagyot fogott Murphy. Mondhatni, Murphy most játékban tartotta a brit csapatot. Remélhetőleg ennek az ember hátránynak nem lesz következménye. Pickup. Hátra teszi. Shields tovább. Természetesen a legjobbak vannak bent. Weaver beleáll, nem lövi el azonban, hanem inkább tovább tolja. Vas János támad ki. Weaver nem kapta jól. Most a lövés Clarktól. Weaver bent tartja. Clark indul el megint befelé. Jön is a korong. Weaver, két berepülő magyar is volt, egyelőre szuper helyt áll. Nem tud rá tenyerelni, jól jönne a csere most. No, most talán kicsúszik, nem csúszik ki, Clark bent tartja. Daud tovább, meg belekap és nagyon jól tette. Így ki lehetett ütni, jöhetnek a frissek. Vas János tudta végül kiküldeni. Ez nagyon fontos volt, hogy friss erők jöhettek be. Philips. Ugye a kiállítás már második percében járunk. Meyers tolta tovább. Így jó. Ez az kergetni, kergetni, ne tudjanak építkezni. Kovács üzte Philipset. Már csak fél perc egy Csille kiállításából. Voltak olyan aranyosak a bírók, hogy befújták tilos felszabadításra. Szuper is megnyugodhatva korkolhatott. Van még egyszer Clark lövése. Szuper jobb lábbal tette ki. Épp egy ráfordította a botot, hogy a sarok felé menjen a kipattanó. Adam meg rádőlt, mellel védett egyet, hogy hassal, ha jobban tetszik. Shields próbálta meg megszerezni önmaga második gólját. És a buli most a brit kapu előtt. Magos ugyan elveszíti ezt a párbajt. De már csak 20 másodperc a kiállításból. Félig jön. Nagyon tanakot esetleg a britek lehozták volna a kapust ezen az ember előnyükön, de valószínűleg úgy ítélte meg az edző, hogy még sok van hátra. Mi megy ott? Félig botja ragad bele az ellenfélbe, épp pedig Myersbe. Valószínűleg mind a két játékos kiküldik, legalábbis az lenne nekünk a jó, nem csak Féliget. A britet is küldjék ki, de most ezért megy ott a fellebbezés. 6 másodperc múlva visszajöhet Chile, és nagyon reméljük, hogy nem csak Szélig lesz a kiállító, nyílik a másik ajtó is szerencsére. Myerst várja. Ja, volt egy botfogás. Egy-egy kiállított tehát most. Ez a botfogás Szélinek, ő meg megpróbálta kihángatni. Mikor egy rongyba vás. Ezt akartam mondani én is. Kirázta belőle a lelket szinte. Szerencsé a Bájásnak, hogy nagy valószínűséggel még nem vacsorázott. Olyan, hogy nem lett volna élet benne szinte, úgy. 6 másodperc múlva kiegészülünk, hogy ez még nem tilos.
ez még nem, és most jöhet vissza Sile. Akkor 4-4. Hát csak ott ki van írva 4-4, de valójában 5-5. Ugye, mert páros kiállítás volt a második is, amikor nincs levétel. Ugye feliratnak ne higgyenek, 5-5 megy a játék. Vas. Gőz tolja meg. Kicsit elakad. Jön a segítség Bartali személyében, Ladányi. Sofronnak kicsit hosszú volt, eléri! Húha, mi történik ott? Hát mivel belerepültek a kapusbelét, a brit játékos megpróbál elég tételt. Szerintem lesz kiállítás, mert nem szándékosan robbant bele a kapusba. A védő bénázott egy hatalmasat, és ebből lett gólhelyzet. Murphy nagyot mentett. És utána a Phillips egyértelműen ráütött Sofronra. Itt látszik majd még egyszer. Itt lesz a hiba, ez. Phillips hibázik, Sofron rákotorja, és utána a Phillips lendület. Még Murphy is üti. Rásodorja Sofront a kapusra, aki teljesen jogosulatlanul kapott. Sofron kiküldi kapus akadályozásért, vagy túlzott keménységért, de a brit játékost is ki kéne küldeni. Ha bízunk benne, hogy ez nem egyedüli lesz, ez a kiállítás, hanem ez is páros. Vajon ütésért miért nincs kiállítás? Csernom az is reklamál. Egyelőre csak Sofron a büntetőpadon. Időt kérnek a britek, valószínűleg most viszik le majd a kapusukat. A mérkőzésből 2 perc és 12 másodperc van hátra. Sofron kiállítása ugye 2 perc. És hogyha ezt hozzáveszik, hogy Sofron nem is saját akaratából korcsolyázott bele a kapusba. Pedig a bíró ezt ítélte. Igen. Phillips tevékenyen részt vett ebben, mitőbb utána meg is ütötte a magyart. Most célig társaságot kapott tehát Sofron személyében. Túloldalon is van egy brit kiállított, de ő szélig párja. Széliggel párban került ki. Megnézd, lehozták a kapust. Most kell egy üres kapusgóllal eldönteni, és akkor a brit kedélyek is szépen lecsillapodnak. Egyelőre Murphy nem megy vissza, de nézzük, hány mezőnyjátékos van a jövőben. Ja, újra fúrják odani. Kirobbant ugye az előbb a helyéről. Olyan nagy erővel csapódott be. A kamera megtalálta a lelátó szépét. Nem akarok utaságot mondani, valószínűleg Mihály Árpi párjáról volt szó. Őt láthattad. Na nézzük a játékot. Egyelőre Murphy a helyén. Tehát a kapust nem mozdították még el a britek, feltehetőleg megpróbálják az előnyt előbb gólra váltani. Bár sok idejük nincs, itt belül vagyunk a 2 percen, és Clark ügyetlenkedése folyamán kikerül a korong a magyar harmadból. Annyira néztem, hogy hova akar passzolni. Daud betolja, Kovács, szépen okos. Csinálja, de okos volt. De Murphy maradt végül is. Ő állítja meg, Clark indul vele. De gyakorlatilag létszám hátrányban játszik szinte végig a mérkőzést, tehát az utolsó másodperceket érhet vissza Sofron. Murphy nézeget kifele, de nem... Weaver teszi odébb. Védi szuper ezt a lövést. Clark. Clark le az alaponalra, Pitak. Daud tovább egyel. Shields van ott a túloldalon. Visszalövi Daudhoz. Pitak. Murphy még mindig ott van a pályán, és az utolsó percben vagyunk. Tony Hand nem tudom, hogy mikor akarja a kezét mozgósítani. Szuper, minden esetre véd egy újabbat. Nem volt kin a bíró szerint. De lefújták. Jó. Nem halljuk. Nagyon, nagyon erőteljesen mutatta, hogy kint volt az. Érdekes, hogy Tony Hand nem húzta meg azt, hogy levigye a kapust, és plusz 2 mezőnyjátékossal rohamozzon. 48,8 másodperc van hátra
a mérkőzésből. 36 másodperc volt érhet vissza Sofron. Lehet, hogy Tony Hent sem bízott már az övéiben. Ha körbeverésbe bízik, akkor lehet, egy mínusz 3-as gól különbség, az meg nem lenne nekik olyan jó. Talán ez. Ha emberen, akkor lőjétek be 5-4-re. Murphy most beindul. Egy utolsó roham. Remélem szóltunk a padon, hogy lehet. És bátran próbálkozhatunk, hiszen nincs tilos felszabadításunk, csak néhány másodperc múlva. Csak férjünk a koronghoz. 20 másodperc még a meccsből. Addig jó, amíg ott a koronggal elbíbelődnek. Tét lövi most be középre. Ez sincs bent. Ez rúgta volna. Ebben a pillanatban Sofron visszatér. Elmegy a korong keresztben. Phillips. Ezek már az utolsó pillanatok. Phillips elvacakol a koronggal. Dow még ráküldi, de vége. 2 góllal 4-2-re nyer a magyar válogatott. A bemutatkozó Nagy-Britannia elleni mérkőzésen. Egyrészt vissza is vág a csapat a briteknek a tavalyi világbajnokság utolsó fordulójában elszenvedett vereségért, de sokkal fontosabb, hogy 3 ponttal rajtol itt a Pap László Sportarénában az idei budapesti világbajnokságon.